A kaposi testvérek élete egyáltalán nem mondható unalmasnak. Mióta édesanyjuk külföldre ment dolgozni, sok minden megváltozott a lakásban. Egy albérlőt fogadtak magukhoz, Kriszti román fiú, aki a CEU-ra jár. A klipperek beneveztek egy pályázatra, mellyel iskolájukat akarják reklámozni. Fura ma ez a Dijon. Hagyjad, megverték. Mi? Bővebben? Nagyon megverték. Megtámadták? Ja, az anyja alkalmi pasia. Nem áll, ez jogellenes. Halló? Hát nem tudjuk. Jaj, de jó, hogy megfogját. Bent felejtettem a dolgozni. I'm really tired. Én itt fogom várni. De úgy nem tegyünk sem, de erre második szerepen. Az ajtó is kívánk. Nem mondom. Ez nem lehet igaz. Ki böngöltet ilyenkor a diótól? Szegény Balázs így nem tud aludni, ha bár már igazán késő van, fel kell lépni. Rakjolta ki a zenét! Dijon, te normális vagy? Kapcsoltad ki a zenét? Ezt nem hiszem el. Szedd már le azt az izét, mert semmit nem hallok tőle. Miért kapcsoltad ki a zenét? Na, vajon miért? Ilyeneket hallgatsz. Hol van Balázs? Hát te meg hol voltál, ha szabad kérdeznem? Itt hallottál egyáltalán? Ez nem lehet igaz. Üljek egész éjjel az ágya célén, hogy ne mászkálj el, ha ezt anya tudná. Jó van, na, ne parázd már annyit, még kiegyenesedik a hajad. Hogy te mekkora bunkó vagy. Mi van, Balázska? Dugulj el! Gyermán! Regél csak el nekem, hol voltál az éjjel? Itthon. Vettem észre. Ugye, Dijon, hogy itthon voltam? Darth Vader a fedélzetem. Ja, én ébresztettem fel reggel, hogy nincs véletlenül egy gázmaszkja. Na! Aha, valami jobbat nem tudtatok volna kitalálni. Te meg zár már be, Léci, mert bejön a hideg. Ne légy igazságtalan, ez tök hihető. Kedves vendégeink, mint láthatják, arra tároljuk a gázmaszkokat, arra pedig a föld levegő rakétákat. Balázs, honnan van neked ilyesmit? Nem az enyém. Egyre jobb. Kié? Hát, halljuk. Még apától kaptam. Te találkoztál apával? Találkoztam volna vele. Na, Gyuri, ne hisztíz már! Az is baj, ha van apa, meg az is, ha nincs. Ezt most hagyjuk. Megnézted, hogy mikor van a pályázat leadási határideje? Ja, hétfőn. Mert hogy ezért voltam az iskolánál. Aha, tényleg? Igen, nézd meg, itt van a pályázati felhívás. Leszettem a fali újságról. És mikor kell leadni? Hétfőn. Aha, ezzel tuti nem lesztek készen. De én mondtam, hogy ne húzzátok az időt, mert mindig csak ez van. Mindig mondtál, és még mit mondtál mindig? Állandóan dolgoztatsz, ezért nem tudok koncentrálni. Ez gáz. Ja, de legalább van hozzá maszkod. Pályázati felhívás. Appám. Most olvasol is, vagy csak beszélni tanulsz? Nem, ez tök komoly. Persze, hogy az iskola arculatát kell reklámoznunk, nem kutyakaját. Tényleg, mi van a castingos csajokkal? Öregem, én megálmodtam ám múlt éjjel. Görkoris lányok süvítenek el mellettem 120-szal. Pocipólóban. Ha? Pocipóló. Az, vágod. Szerintem pomponos lányokkal kéne felvennünk az egészet. Nem. A kiírásban az van, hogy egyedi alkotásokat várunk, melyek természetesen betartják iskolánk szellemének íratlan szabályait. Ha? A pomponos lányok nem férnek bele az íratlan szabályokba. Most mit csinálsz? Összefirkálod a falat? Ja, itt egy poci, itt egy pompom. Hát ennek is megvan a maga feelingje. Ja, ide hívhatnánk Panni nénit a menzáról, nem? Az életed meghatározó élménye lenne. A Panni nénit? A Panni nénit. Köszi. Különben is. Ádám hol van? Nem arról volt szó, hogy reggel átjön? Excuse me! I have a problem. The tea maker is broken. Can you help me, please? Na, ki tud segíteni? Júli! Mi van? Mit kiabáltok? Ez a mondat szerepelett a
tavalyi angol könyvetekben is. Júli! Sziketen együtt sem néztek el egy csiga szellemszikét. De csak segíts, a kedvenc te a szürcsölődnek. Julika, I have a problem. Julika! Did I say something wrong? Nem mondtál semmi rossz. Okay. Bász, te probléma? The samovar. Jó, csak annyi, már is szerelem. Szerelem? I know this word. Yes. Szerelem. Yes. Relax, big boy. Why are you talking with me about szerelem? Because szerelem. Szerelem. Nem hiszem el, hallottátok? Ne és már ennyire pánikba. Hát akkor, amikor te, de hát van ilyen, az embernek fel kell készülni az ilyen váratlan helyzetekre is. De hát ennyire váratlan helyzetekre, ezt nem is értem. Ugyan, ne légy már ennyire összetörve. Egy kis játékos könnyedség. Meg egy csípetnyi erotika, és már is kész. Kész? Mi van kész? Még csak 13 éves. Ki van 13? Hát én azt hittem, hogy csak 2 hete írtam ki. Mit? A pályázatot. Ki beszél itt a pályázatról? Én Juliról beszélek, aki éppen most hallott szerelmet Krisztinára. Még hogy nem érdeklik a pasi. Persze, alamuszi macska partot most. Ja, és lassú víz nagyot ugrik. Ja, de hogy jutottak el a szamovártól a szerelemig? Szamovár? Aha, az angol pampogott, hogy valami baja van vele. Ha ezt tudom, akkor megszerelem én. Megszerelem. What it means, szerelem? Szerelem. A család jelenlegi feje meglepődvén a magyar nyelv sokszínűségén kardjába dölt. Do you have a boyfriend, or...? No, nem értesz. A szerelem. 2 jelentése van. Two. Meanings. Yes. Szerelem and szerelem. I'm sorry. It's my fault. No, neither. Nem értem, hogy Ádám miért nincs még itt, és még a telefonját sem veszi fel. Jellemző, hogy a producer a legfontosabb pillanatban hagy cserbe minket. Azért ne beszélj így, lehet, hogy valami tök fontos dolga van. Ajtó! Na tessék már, meg is érkezett. Jó reggelt! Jó reggelt! Matula bácsi vagyok. Egyenesen a beregből? Ezt a poént már hallottam. Józsi bácsi! Jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon szépen köszönöm! Jöjjön be, nem kér egy feketét? Nem, maga már a, ma már a harmadik. Ó, Józsi bácsi, ne haragudjon, már a szomszéd gyerek is elsütötte ezt a poént. Sietnem kell. Ezt szedtem magának. Tegyél. Ó, nagyon szépen tegyél, köszönöm. Kicsit túl rózsatüskevárból. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Tartottam Krisztinek egy rögtönzött nyelvórát. Tudjuk. Honnan? Dóra lehallgatott. Nem is igaz, én csak véletlenül jártam arra. Ja, véletlen. Gondolom, te is szeretnél Krisztinek nyelvórákat adni. Juli, most már elég volt. Ideje észrevenni, hogy már én is felnőttem. Hmm. És mások is észrevesznek. Hoppá. Ja, a répabimból szárma szökkent. Hagyjál le! Hagyjál! Balázs! Kérlek szépen! Dora, are they fighting or...? No, just kidding. Yeah, I hope so. Állj le! Állj le! Ajtó! Nyissa már ki valaki, ne kelljen mindig nekem rohangálni. Nem tudom, répát egyre. Annyira oda izé vagy! Mi az ide, boldog-boldogtalan bejöhet? Úgy látszik. Jézus, megtekintető testvér Pankráció újabb fejezete. Jó reggelt! Szia! Mit csinálsz? Dolgozatok. Ne legyél túl szigorú. Nemrég még te is az iskolapadot koptattad. Oh, de jól néz ki. A nagynéném csinálta. Nálunk lakik és állandóan süt főz. Nekünk is el kellene egy ilyen nagynéni. Küld át! Oké. Okay. Ádám még nem volt itt. Nem, pedig hétfőn kell leadni a pályázatot. Milyen pályázatot? A forgatókönyv. Ja, azt. A hétfőn van a ráadási határidő. Igen, és még annyira tartunk. Tartunk. Rám ne számítsatok, nekem dolgom van. Nem szólt hozzá senki. Dijon? Igen. Dijon! Neked nincsen lábad? De csak nem koptatom. Viszont neki. És? Kiderült már, hogy kiküldte azt a levelet, ami miatt szétpofoztad Ádámot?
Kicsoda. Én. Ne tagadj, mindenki látta. Figyelj, ez Ádámra is rám tartozik, oké? Okay? Jó, de na, ki írta? Miért érdekel annyira? Csak nem te küldted. Nekem mi közöm ehhez az egészhez? Lehet, hogy szerelmes vagy Ádámba. Én. Ki szerelmes Ádámba? Senki. Már mindjárt kész. Mit festesz ezen a kényszer két méteren annyi? Tudod, jó munkához idő kell. A rosszhoz meg még több. Ja. Mi ez? Tudom. A nagynéném csinálta. Jó, házűr. Szerinted ez az oszlop, ez kék legyen, vagy csak? Sárga a napvég színe. Ja. Meg az irincs, igen. Hát igen, de a kék az nem jó, az olyan higgadt, meg depressziós. Ja. És mit szólnál kékhez, a lilával és az alján pedig sárga? Aha. Aha. Ez a fal a próbafalsz. Nem lesz baj belőle? Ja, majd lefestem ezt is. Tudod, egy őserző tánc. Tarzan. Akkor kezdjünk hozzá az agyaláshoz, mert nem lesz mit beadni hétfőn. Valami tutiót kell kitalálni. Lesz addig valamilyen iskolai ünnepség? Már? Fölvehetném a vadonatúj toppomat, és úgy vehetném át a kitűnő tanulóknak járó diplomát. Persze. Gratulálok, kisasszonyom. Miért? Te kitűnő tanuló vagy? Nem. Gondoltam. Nem egészen. De csak fantázia kérdése az egész film, nem? Minek a kérdése? Fantázia! Te rövid agyú, van neked olyan? Ja, van. Csak most ezen a héten a hugocskám használja. Jelzem, én még szép kiejtési versenyen is voltam. Mikor? 6 éve. Kárász Árpád, pápán mászkált, Rammálházván százsákmázát, vázákmázát, bányász lámpát, gás. Ezt hagyjuk. Nem a strébereknek akarunk emlékművet állítani. Valami húzósabb kell. Ádám? Már hívtam, de nem veszi fel a mobilját. Biztos edzésem van. Nincs ma edzésem. Akkor meg nem tudom. Nem baj, legalább lesz mit kérdezni tőle, amikor megjön. Te mit olvasol? Ez nem is magyarul van. Te tudsz németül? Annyira hülye vagy, csak a képeket néztem. Mi van ma, gyerekek? Céltábla van a fejemen? A nélszerűség, Jászka. Süti? Nem, kösz. Tudod, le kell festenem még egy réteget. Hát nézzem már meg, mit alkottál idáig. De nekem csak egy gázmaszkom van. Húha, akkor most mi lesz? Odaadom ezt. Én meg kibírom nélküle, jó? Wow. Tök jó kis zug. Ha nem muszájból kellene itt laknod, egész jó kis apartman. Tetszik? Főleg, hogy Lara Croft a szobatársa. Ja. Tudod, egy cyber csaj sosem jön rosszul, egy cyber bizsonnak, ha? Látok, nem szok elszárni az ajtót. Sziasztok, elnézést a késésért, csak még illusztratív fényképeket kellett csinálnom a Védekeznek a Pálosz című cikkemhez, mert az iskolai szexuális szaglatásról fog szólni. Nem akarnád újra kelteni onnan, hogy elindulsz otthonról? És amikor az ajtóhoz érsz, akkor kopog és mutatkozz be. Köszi. Jól hallottam? Szexiről volt szó? Balázs, nyugi. Faludi Ramona vagyok, a nem hivatalos iskolai újság főszerkesztője. Örülök. Esküszöm, hogy még a múltkor szép Szilviának hívtak Y-nal. Az csak a művész nevem, kicsikém. Ádám még nincs itt? Micsoda? Miért pont őt keresed? Mondta, hogy jöjjek ide. Az iskolai pályázatról akarok írni, és úgy tudom, hogy ti is beneveztetek. És eldöntötted már, hogy mi lesz a címe az újságodnak? Még címe sincs? Akkor hogy jelent meg idáig? Tulajdonképpen ez lesz az első szem, és úgy gondoltam, hogy ez a pályázatosdi elég érdekes ahhoz, hogy ezzel kezdjem a karrieremet. És a szexuális zaklatással. A forgatókönyvünk kb. Ott tart, ahol a te újságod. Igen. Ahol a parcakat. Honnan ismered Ádámot? Dumcsisztunk a folyosón, ennyi. Te vagy a barátnője! Talált. Hi, everybody! Hi, Chris. Nice to see you. I go to the shop. Do you need anything? Nem, nem kérünk semmit. No, thanks. Okay. Ez egy amerikai srác. Nem, csak angolul beszél. Akkor angol.
Nem, román. Én jártam már Erdélyben. Tudom, milyen nehéz nektek most ott. Figyelj, Zsenikém, Romániában élnek románok is. Nem csak erdélyi magyarok, jó? Akkor menekült. Előled. So, do you need anything? Wait, I'm coming with you. Két oldalas cikket fogok írni róla. Help me. Szegény. Nem, csak pár. Képzelem a kérdés szakértőben a legjobb rajzfilmet. És aki ide jár, azt pedig mind felvették a képzőművészetire. Most éppen azt tanuljuk, hogy hogy kell az emberek figyelmezni. Pontos így. Megyek pasizni. Rémes egy fazon. Rémes ez a téglafal. Nem hiszem, hogy a szomszéd valaha is lebontja. Ha állandóan a téglafallal foglalkoztok, akkor nem lesz forgatókönyv, az biztos. Jaj, Dóri, hogy már azokat a dolgozatokat. Nem hiszem, hogy valaki is zokon venni, hogyha nem holnap iratnád be vele az egyes. Nem is holnapra. Hétfőre ígértem. Na, gyere, írjuk meg ketten, nincs más hátra, segítek. Szerintem pompon a lányokkal kéne kezdeni az egészet. Hogy? Mint az amerikai filmekben, tudod? Ne légy már idétlen, a suliban nincs is ilyesmi. Majd lesz, kedvet csinálunk hozzá. De ez sima hazugság. Mit gondolsz, a tanárok nem fogják elolvasni a forgatókönyvet? És akkor mi van? Az van, hogy egyszerűen már az első fordulón se fogják túlengedni. Szerinted akkor mit kéne csinálni, nagy okos? Az igazgatónővel kellene valakinek beszélgetni. Nem fogod fel, hogy nem egy májvajos kilódást akarunk készíteni, hanem egy igazi ütős dolgot? Úgy beszélsz, mintha te tudnád, hogy kell filmet csinálni. És neked mi között hozzá? Semmi, én kértelek, hogy semmi. Elég legyen. Már ti sem tudtok két értelmes mondatot váltani egymással. Ezt nem hiszem el. Hát meg kell itt zavarodni. Hi. Látom, megy a munka. Na jöhetne már az Ádám, már rég itt kéne lennie. A pályázattal sem haladok. Talán azért, mert mindig leragadsz a pocipólós csajok. Ha nagyon nem megy, majd én megírom. Aztán majd egyeztetek az Ádámmal. Úgyis ő a producer, nem? Figyelj, hogy az Ádám megjön, és akkor megírja egyedül. Kis pofám, te meg csak foglalkozz az újdonsült haveroddal, vagy különben sormintát csinálok belőle. Sormintát? Ez jó? Kriszti, te tudsz magyarul? Nem. Csak egy kicsi beszélni érteni kevés. Te érted, amit mondunk? Én meg téglaporosra dumáltam a számot, hogy megértessem magam bele. My Hungarian is... My English is much better. I have to go upstairs. Speak later, okay? Okay. Speak later. Okay. A titokzatos angol befészkelt magát egy gyanútlan családba. Ebből vezércikket írok. Jó, mostanában nem zárjuk az ajtót, mi? Nem, mi van? Ez a szöveg a csengő mellé van hívva. Bépa bimbo. Hello, sziasztok, lány. Itt volt a kis Ramónád, akivel a folyosón szoktál hetyegni. Ne kezdjük el, ma megint, annyira jó kezem van. Még azt is tudta, hogy a barátnőd vagyok. Na látod, minek mondtam volna el neki, hogyha vele akarnék kikezdeni. Ez most teljesen mindegy. Te mindent elmondtál annak a macának, és én erről az egészről semmit se tudtam. Tudod, mi a véleményem, Adri? Hogy ezt az egészet egy kicsit túlreagálod. Igen? Te meg ne védjél meg mindig mindenkit. Lásd ne egyszer a glória a fejedről, hogyha nem érted el egyfolytában az én mindenkit megértek szerepet. Kösz, ez nagyon kedves volt. Ne menj el! Ezt most megcsináltad. Ha egyszer őszinte lennél hozzám, akkor ez nem történt volna. Igen, akkor most ezért is én vagyok a hibás, ugye? Lehet, hogy egy kicsit nagy a szám. Mindig nagy a szám. De legalább nem titkolózom, mint egyesek. Jegyezd meg! Megint fölidegesítettem magam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mozgalmasra sikerült ez a délelőtt. Csak azzal nem jutottatok semmire, ami a lényeg lett volna. Na, a forgatókönyv. Kezdjük el csinálni, mert hétfőn van a határidő, ha? Hölgyeim és uraim!
Ezennel bejelentem, hogy a forgatókönyvanyaga kész. Már csak arra vár, hogy ne kudítsa a világ. Hogy? Hogy? Megírtam egy profi céggel, és még árajánlatot is csináltak hozzá. Te Ádám, nem arról volt szó, hogy ezt együtt csináljuk? Hagyd már! Ez már nem a mi filmünk, hanem az csak az övé. Itt gűriztek egész délelőtt, hogy te végül... Forgatókönyvíró, rendező, tudod mit, Ádám? Legyél te az operatőr is, ezt a szart én már nem csinálom. Dizsom, neked is az a véleményed? Én inkább visszamegyek festeni. Kérjétek már, én nem ezt akartam. Balázs, Dizsom! Azért elmondhatod volna. Ez csak egy árforgatókönyv. Ezután azt forgatunk, amit mi akarunk, érted? Csak arra való, hogy tovább jussunk az első fordulón. Ó, Istenem. Aztán majd elmondod szépen újra nekik, és aztán majd biztos megértik. De hogy fogják megérteni most ezt? Elmondottam. Nem. Biztos, hogy nem. Bankrablás. Abban van a nagy pénz. Bankrablás? Ez sikerülhet? Mindenki a földre! Fel a vezetet! Elök ezek a riasztatot! Kussolj, te kis göndör vagy szétrocsatot! A szerelemet nem engedem, te gyuszi! Komolyan mondom. Úgy érzem, hogy komplet idiótákkal vagyok körbetéve. De csini-bini azt jön! Nem igazán erre a jelmezre gondoltam. Ez olyan... Szereted a gyuszikat, hercegnőm? Ez beszél. Megsimogattád a fülemet, tudod, ez szerencsét hoz. Na jó, ezt felejtsd el. Ne piszkáld már majd, ha kivirágzik. És akkor mi van? Hát akkor kiderül. Micsoda? Csak tudnám, mit keres.